Üdvözlöm Önöket lapozgató műsorunkban! A Pilis-Dunakanyari Hírmondó idei első számában két hónap híreit foglalta össze. Ezek közül tallózunk mai műsorunkban. Az újra gondolt Zóbel kiállításon a látogatók most szó szerint betekinthetnek az egyes múzeumi művek háta mögé, ahol korábban átfestve, elrejtve másik mű is szunnyadt. Több a raktár mélyéről előkerült, eddig az állandó kiállításon nem szereplő kép is látható a felújított Szentendrei Múzeumban. Az eddigiektől eltérően nagyobb hangsúlyt kapnak majd Zóbel grafikái, amelyeknek tudományos feldolgozására a Ferenci Múzeumi Centrum 2016-ban önálló programot indít. A Szentendrén letelepedő művész munkái, aki a modern magyar képzőművészet meghatározó egyénisége volt, a legnagyobb hazai közgyűjtemények mellett a világ több nagy múzeumában megtalálhatóak. A megújult Zóbel házról a lap címoldalán és a negyedik oldalon olvashatnak a Pilis-Dunakanyari Hírmondó idei első számát fellapozók. Az elmúlt évben az újság szerkesztői hatrészes sorozatban elevenítették fel a 10 éves pártmozi és vele együtt a Szentendrei mozgókép történetét. Az írásokból kitűnt, hogy hosszú út vezetett odáig, amíg az egykori pártház a város kulturális fellegvárává alakult át. A jubileumi évforduló számos kulturális eseménnyel és programmal szórakoztatta a látogatókat, záró rendezvényét, a mozi születésnapi partiját 2016. január 16-án tartották. Az ünnepségen megjelentek mindazok, akik részt vettek a Filmszínház sorsának alakításában, vagy mostani formálói annak. Az intézmény alapítói örömüket fejezték ki, hogy a mozi már nem csupán a helyi lakosságnak nyújt szórakozási lehetőséget, hanem gyakorlatilag az egész kistérséget kiszolgálja. A mozi munkatársai éppen ezért igyekeznek minél személyesebb hangulatot teremteni, és az egyéni kéréseket is teljesíteni. Ennek köszönhetően a látogatók valóban otthonosan érezhetik magukat. A filmklubok és szakmai napok megrendezéséhez pályázatok útján szereznek forrást, továbbá a saját bevételeik mellett az önkormányzat is komoly támogatást nyújt a mozinak, mondta el Klöcklő Ildikó, az intézmény művészeti igazgatója. A nemzetközi sajtó az elmúlt néhány év legfelvillanyozóbb vonós négyeseként apostrofálja a 2010-ben alakult Kelemen kvartettet. A művészi kifejezés módjáért és életteli összjátékáért magasztalt együttes hazánkon kívül játszott már Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Horvátországban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is. A vonós négyes tagjai kiváló mesterektől tanultak, és az elmúlt években számtalan neves művésszel dolgoztak együtt. Legközelebb március 9-én adnak koncertet Szentendrén a Városháza dísztermében. A kerékpár sport és a hozzá kapcsolódó turizmus hazánkban is népszerű. A drótszamarak reneszánszukat élik. Családok, nagyobb társaságok egyre gyakrabban választják a szabadidő eltöltésének ezt a módját. A munkás hétköznapokon számítógép íróasztal mellett görnyedő dolgozók, kiszabadulva a város benzingőzős autótengeréből, nyerekbe pattannak és hegyet-völgyet bejárva élvezik a mozgás örömét. Ennek tudatában és a nemzetközi statisztikákat is figyelembe véve egyre erősebbek elsősorban az érintett települések önkormányzatai részéről azok a hangok, miszerint nincs mire várni az Eurovelo 6 kerékpárút magyarországi szakaszának megépítésével kapcsolatban. A szentendrei kistérséget tekintve azonban azt is tudni kell, hogy kerékpárút létesítése sok helyütt lehetetlen, vagy rendkívül költséges műszaki megoldással kivitelezhető. Sok egyéb mellett ez a tény is szerepet játszik abban, hogy egyre nagyobb a vita arra vonatkozóan, hogy a 11-es főút mentén vagy a Szentendrei szigeten épüljön ki a Kisoroszi és Szentendre közötti szakasznyomvonala. A polgármesterek egyelőre tanácstalanok, hiszen a közösségi cél szem előtt tartása mellett saját településük érdekeit is képviselniük kell. A tervezés és az egyeztetések tovább folynak. A következő találkozó ebben a témában február közepén várható.
A Szentendrén működő múzeumi rendszer megújulásának első jele, hogy idén januártól a Ferenci Múzeum már Ferenci Múzeumi Centrum néven működik tovább. Az intézményt vezető Gulyás Gábor szerint erre azért volt szükség, mert a Ferenci család hagyatékát őrző Pajor Kúriának és az intézménynek ugyanaz volt a neve, ami félreértéseket szült. 2016-ra nagyszabású terveket nyújtott be a fenntartó önkormányzatnak az igazgató. Az elképzelések többek között tartalmazzák az Art Capital képzőművészeti fesztivált és biennálét, melyet augusztus végétől október közepéig rendeznének meg több mint 500 helyszínen a városban. A februártól újra látogatható megújult Czóbel Múzeum mellett főként a művészetmalomra, a képtárra és a Ferenci Múzeumra szeretnének koncentrálni. 2016-ban mindenféleképpen lesz F. Zambó és Abanovák kiállítás, valamint külföldi kortárs művészek alkotásait is láthatja majd a közönség. Bedő Szilvia és Jékeli Endréné szerint néha csak egy esemény táplálta kicsi lendület kell ahhoz, hogy sok évek óta dédelgetett terv megfogalmazódjon és támogatást találjon. Ilyen alkalom Leányfalun az idei év, amikor a település postai irányítószáma megegyezik a naptári évvel. Leányfalu önkormányzata, kulturális és oktatási intézményei, valamint civil szervezetei a település polgárainak aktív közreműködésével egész éves gazdag rendezvénysorozattal készülnek erre a különleges, soha vissza nem térő alkalomra. Fókuszba kerülnek a település szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak, kevésbé ismert, rejtett kincseit feltáró programok és rendezvények, melyekkel nem csak a falu lakosságát, hanem a környező településeken, sőt távolabb élőket is szeretnének megszólítani a szervezők. Részletek a Pilisdunakanyari Hírmondó 4. oldalán. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően állíthatta színpadra a Leányfalui Szekérszínház Jókai Mór ritkán játszott darabját, a debreceni Lunátikust, melynek bemutatóját a Magyar Kultúra Napjára időzítették. A vidám zenés darab kapcsán Póka Éva egy interjúban beszélt a színházról és az új darabról. A társulat vezetője az előadott művel kapcsolatban elárulta, hogy a színmű tele van félreértésekkel, komikus helyzetekkel és szerelmi cselszövésekkel, azaz minden adott a néző számára a felhőtlen szórakozáshoz. Kiállítással, vásárral és felnőtt játszóházzal hívják az érdeklődőket március 5-e és 11-e között a Leányfalui Közösségi Házba. A szervezők a rendhagyó rendezvényre már most várják az alkotókedvű jelentkezők pályázatait. A Tükröm-tükröm középpontban a tükör című felhívásra olyan A4-es méretű művek készülhetnek, amelyeken tükör és körülötte bármilyen textillel kapcsolatos díszítés található. A közönség és a zsűri választja ki a legszebb alkotásokat, amelyek elkészítéséért díjazzák a készítőket. További részleteket a témával kapcsolatban az újság 4. oldalán találhatunk. A Hamvas Béla Alapítvány közreműködésével Hamvas Béla életművét átfogó kiadványsorozatot kapott Duna Bogdán könyvtára, tudta meg a Pilisdunakanyari Hírmondó szerkesztősége Palkovics Tibortól, az alapítvány elnökétől. A Hamvas Béla életművét kutató és hagyatékát gondozó filozófus, egyben a köteteket megjelentető Medió kiadó vezető munkatársa is. Az életmű sorozat jelenleg a 28. kötetnél tart, és már készül a következő kötet, amely Hamvas Béla szatirikus írásainak gyűjteménye lesz, Nehéz nem szatírát írni címmel. Az újság következő oldalán a 6. Dunakanyar kézműves kiállítás és vásárolat hírt Kovács Attila. Idén Tahidótfalu ad otthont a Dunakanyar egyik legegyedibb hangulatú kézműves ünnepének, amelyen a régióban élő és alkotó mesteremberek mutatkoznak be. A díjmentesen látogatható kiállítás és vásár a sportcsarnokban és a népházban kap helyet. Február 27-én a Szigetmonostori Faluház és a Tahidótfalui Népház által közösen megszervezett eseményen a Dunakanyar ifjú népművészei és a térség művészeti iskoláinak zenei tehetségei is bemutatkoznak.
A kézműves kiállítás és vásár keretében a Dunakanyar minden szegletéből érkező kiállítók alkotásai kelnek versenyre. Kósa Klára keramikus művész elnökletével pedig szakmai zsűri választja ki és díjazza a legkiemelkedőbb alkotásokat a természetes anyagból előállított művek közül. A gyerekek a játszóház mellett a bütykölde foglalkozásokon ismerhetik meg szakavatott mesteremberek segítségével az alkotás örömét. A hazai gasztronómia szerelmesei számára is különleges esemény lesz a kézműves vásár, hiszen a Dunakanyar ezernyi ízét kóstolhatják meg az érdeklődők a nap folyamán. 2003 óta dr. Bazsa Márta, Szigetmonostor korábbi házi orvosa vezeti azt a központi ügyeletet a Dunakanyar északi régiójában, melynek bázisa Tahitót faluban található. Az elmúlt években láthatóvá vált, hogy a rendszer eredeti formájában már nem fenntartható. Ezért a 7 érintett település, Visegrád, Kisoroszi, Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor és Leányfalu önkormányzatai megoldási javaslatot dolgoztak ki az ügyeleti ellátás megreformálására. Ennek legfontosabb tartalmi eleme, hogy a korábban településenként eltérő fejkvótát egységesítették. Továbbá ehhez kapcsolódóan duplájára emelték az éves hozzájárulást. Ezzel egy időben a település vezetők az emelt óradíj ismeretében megállapodtak a helyi házi orvosokkal, akik bekapcsolódtak az ügyeleti ellátórendszerbe. A vállalkozók számára kínál hasznos információkat az a fórum, melyre február 10-én Dunabogdányba várják az érdeklődőket. A művelődési házban Strommer Dávid, a Széchenyi Programiroda igazgatója, pályázatok a KKV-k számára a közép-magyarországi régióban, valamint Pincés Kovács Magdolna pályázati tanácsadó, eldöntöttem pályázók, gyakorlati tanácsok pályázók részére címmel tart előadást. Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az infokukac@dunabogdany.hu e-mail címen a név, cégnév, cím és vállalkozási tevékenység megküldésével lehetséges. A jelentkezők további információkat Kránic Kammerer Zsófiától kaphatnak az újságcikkben megadott elérhetőségeken. A kisoroszi óvoda alig néhány hónap alatt kívül belül újjászületett. A település szeptemberben nyert a Keop energiakorszerűsítési pályázatán, melynek köszönhetően az összesen 76 millió forintos támogatásból több közintézmény hőszigetelését is elvégezhették. A külső homlokzati korszerűsítés mellett a régi, nagy hővesztességű tetőszerkezet is megújult, a hiányos cserepek helyére újak kerültek, a hőszigetelt tető korszerű külsőt kapott. A munkálatok még javában tartottak, amikor októberben újabb pályázati támogatást nyert a település. A kisoroszi számára átadott 9 millió forintból az épület eddig üresen álló tetőterében új tornaszobát építettek, az emeletre vezető lépcsőt pedig a földszint megemelésével kényelmesebbé és szélesebbé tették. Január 31-én a Futapest keretében ismét cipőt húzhattak azok, akiket nem zavar a hideg, akik a futás megszállottjai, de azok is, akik csak kiszerették volna magukat próbálni, netán újévi fogadalmuknak tettek eleget. Közel 2 évtizede rendezik meg a Szentendrei Futapestet, ahová a mintegy 200 helyi sportoló mellett profik is jelentkeznek, valamint az ország számos pontjáról, így Miskolcról és Kiskunhalasról is érkeznek. A tapasztalt futók mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy a hűvös időben még nagyobb szerepe van a bemelegítésnek és a viselt ruházatnak. Gondoljunk erre a jó tanácsra, ha a szabadban sportolunk. Már az elmúlt években is sokan láthatták a Szentendrei Postás strand műjegét. Itt délelőttönként főként óvisok és iskolások, délután pedig már az idősebb korosztály is karcolja a jeget. A bátortalanoknak lehetőségük van arra, hogy oktató segítségével tegyék meg az első tétova mozdulatokat. Január 17-én közösségi összefogással nyílt meg a térség új korcsolyapályája Budakalászon, a Lenfonó hév állomás mellett.
Létrejöttét a Városi Cserkész csapat kezdeményezte. Hosszú távon ők is működtetik majd, de a tervet a város önkormányzata is támogatta 5,7 millió forinttal. Emellett számos helyi és környékbeli család segített anyagi és fizikai erejével a közös cél megvalósításában. További részletek a témával kapcsolatban az újság 7. oldalán találhatóak. Ezzel a Pilis Dunakanyari Hírmondó idei első számának utolsó lapjához értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!